Direktor úr, azt hiszem, hogy az első kérdés nem is kérdés. Köszönöm, hogy jöttél. Így nem játszunk mi. Hát hogy nem játszunk mi, azaz ti, és hogy játsztok ti, mert hogy most már játsztok megint. Igen. Na, lehet, hogy kicsit bonyolultan fogalmaztam, de azt hiszem, hogy azért világos. Igen, március 12-én maradt el nekünk az első előadásunk, és akkor, hát akkor egy két hétig úgy hevertem, gondolkoztam, hogy mit kéne csinálni. És akkor arra jutottam, és akkor néztem nagyon szörnyű anyagokat az interneten, amiket feltöltöttek mindenféle kollégák. Mindenki egy mosógépen vasalbertet szavalt, hasba szúrva fájdalommal, és azt gondoltam, hogy ezzel nem segítünk az embereknek. Úgyhogy rájöttem, hogy kéne egy ilyen helyes, vidám magazin műsort csinálni, amiben színházunk nagyjai és kevésbé nagyjai próbálják az embereket megnevettetni, és hogy ezzel azért, mint a... Én azt gondoltam, hogy egy felelős színházvezetőként, vagy felelős színházként nem hagyhatjuk magára a mi közönségünket, mi ugye elsősorban vidéken játszunk, kisebb településeken, és ugye oda letelefonált, elkezdtük ezt a műsort csinálni, és oda letelefonáltunk mindenhova, hogy ezt osszák meg, mert ez ugye a social médiában ment, igen, és hogy osszák meg, és nézzék, és ezt nézték ott az emberek. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és akkor azt gondoltam, hogy kéne még egyet lépni, és hogy ez a helyi televíziókban, vagy a, tehát a nem az állami, nem a nagy csatornákon, ez menjen ez az adás, ezt is így aztán szép, lassan eljutottunk a hatos csatornáig is, ahol elkezdtétek ezt adni. Igen. Köszönöm. A rendkedvéért bocsánat, mondjuk meg, hogy hétfőn esténként van a premier adás, úgyhogy aki többre kíváncsi, úgy értem a Körúti Színházról, akkor hétfő esténként mindent lát. Ezek kedves, vicces, rövidke anyagok, Koltai Robitól, mindenkitől. És a többiek azért soroljál még néhányat, ha már a Robit említetted. Mindenki benne van. Jó. Mindenki, az egész társad benne Esztergályos van. Esztergályos Cili, Vándor Éva. Vándor Éva is benne van, Armand, Kautsky. Kautsky, Pálfi György, mint filmre, hozzánk közel álló, nekem nagyon jó barátom, filmrendező, csinál filmajánlót, mindig ilyen két nagyon percben. Mindenkit olyan szeretettel beszél. Nagyon, nagyon sokan Istennek. Valóban. Nagyon remélem, sokan. Senki nem sértődik meg, akit netán most kihagytunk, de ez kevés lenne a műsoridő. Na szóval, akkor ez megy, ez és ez be is jött. Én szerintem igen, ennek nagyon jó nézettsége van, és ugye most már a hatodik adás után váltottunk, most már nem azon, hogy így nem játszunk mi, hanem így játszunk mi, mert elkezdtünk játszani ugye egy héttel ezelőtt, és most már élő anyagokat teszünk bele a fellépéseinkről, és háttérbeszélgetések, interjúk, és hát így ez zajlik ez a műsor. Na hát akkor én nem akarok túlzásokba esni, de egy kicsit missziót is teljesít a Körúti Színház. Jaj, ezt mindig mondják, ezt a missziót. De én elmondom, de direkt mondom, és direkt, és tudom, hogy unod meg minden, de ne haragudj, hogyha járjátok az országot, miután ez egy olyan társulat, hogy nem költözött be semmilyen kőszínházba, járjátok az országot, és igenis, nem kell tiltakozni, akármennyire is unod, mert hogyha valaki elviszi a kis településekre a színházat, akármilyen előadásokkal, gyerekeknek, felnőtteknek, az igenis megérdemli, hogy így beszéljenek róla. Most csak az jut eszembe, hogy itt van például Tolna megyében Báta, egy kis település, ugye valamivel igen, többen, mint 2000-en lakják, igen, és oda elmegy a színház. Na most, ami közelebb van, nem tudom, Diósd, hát ott már van meg 10-valahány ezen, azt hiszem. Hát még az össze van nőve, Érdel, meg az Pest is nagyon közel, ja, igen, van, meg az... én Diósdon lakom, azért csinálom, hát a szabad teret, de... Akkor ez a, ha jól tudom, az érdi járás. Igen. Na hát azért mondom, hogy ilyen helyekre elvinni a színházat, akkor igenis szerintem ez jogos. Mennyit mentek? Bocsánat, hadd reflektáljak erre. Én szerintem a misszió az, hogyha az ebolás gyerekeknek viszünk vizet Afrikába, én azt gondolom, hogy ugyanolyan emberek laknak ott is, mint máshol, és az a mi közönségünk, és én nagyon szeretem ezeket a helyeket. Báta most már 6. éve van ott bérletünk, tehát évi 3-at játszunk. Ez jó. Azért, hogy nyilván van benne csalás, mert Báta 6 vagy 7 kilométerre van Bátaszéktől, és Bátaszéken a művöldési házban nem történik semmi. Tehát a közönségnek jelentős része Bátaszékről jár át. De hát, és akkor mi van? Na, és akkor mi van? Na, most szakmai kérdés, bocsánat, mert hogy hát itt mindent nem tudunk elsorolni, amerre jártuk, de hát mit tudom én, Hajdú Sámsontól Füzesabonyig mindent sorolhatnék. De az, hogy milyen darabokat visztek, és ezért mondom, hogy szakmai kérdés, mert gyerekeknek, és ez a másik, és ezt is kikérheted magadnak, mert ugye a gyerekekkel megszerettetni a színházat úgy, hogy okosva még tanulnak is belőle, játszva, hogy akkor azért most nem mindegy, hogy a Csipke Rózsika, vagy a nem tudom,
a kisherceg vagy Óz, ezek a most a gyerekeknél maradva, hogy egyrészt milyen tálalásban megy, mert ha van ez a kis település, Báta, és van nagyobb, sokkal nagyobb, akkor nyilvánvalóan mások a játszási lehetőségek. Nem, jó. Mindenhol... Azért fogunk mi egyet érteni még. Mindenhol... Technikai szempontból mindenhol egyformán vacakok a játszási lehetőségek. Próbáltam ezt a szót kikerülni, de nem lehet, tehát nincsen forgó, nincs zsinór, nincs, hát nincs de mondom. Mi mindent viszünk. Na mi hát, mindent viszünk. Ez az. Én egy játékfilm forgatása kapcsán kivetődtem Las Vegasba 3-4 évvel ezelőtt, és ott megnéztem egy-két showt. És én onnan úgy jöttem haza, hogy valamit csinálni kell. És akkor kezdtük el a gyerekeknek a Shakespeare meséket, aminek van két pici ajánlója a honlapunkon, és abba vettük a lézergépet, ami hát nem az a lézer, ami hú embert vetít a falra, hanem egy nagyon-nagyon okos lézer, ami nagyon sok minden képet tud, és aztán most betettünk három nagy tévét, ami igen ilyen videófalszerűen tud működni, hát ilyesmikkel próbáljuk színezni, nagyon lendületesen, nagyon változatosan, minden mozogjon, minden forogjon, mert különben, tehát azt gondolom, hogy két kesztyűbában ma már kiállni a gyerekeknek. Pontosan. Vagy egymagában egy szálgitára, tisztelet a kivételnek, de akkor is. Na most ez így tényleg nagyon jó, de még azért üvegcipő lesz, van? Hogyne, hát imádom. Imádom, arra nagyon-nagyon sokáig készültem, nagyon sokáig vártam, hogy legyen egy olyan kolléganőm, aki erre alkalmas életkorban és képességben, a Karajvanov Lilla, és nagyon sokáig vártam, hogy az Armand öregedjen ebbe a szerepbe, ami hát nem van öregség, mert ugye egy 50 éves, hát, Palió 48 éves játszik a Sipos úr, és hát egy remek előadás, imádom játszani, hát én is egy pici szerepet játszom benne. Ugye mindig az 50-es rendőröket osztom magamra. Már termetednél fogva is. Hát igen, én nem vagyok színész igaziból, és akkor úgy felszem, de én piciket csak amikor a tekinteit kell behozni. Na, még egy, nektek is pótolni valótok van, jó néhány előadás, ami elmaradt, ezt pótoljátok is, ezt nagyon jól tudom, de a bérletről jutott eszembe, hogy vannak bérleteseitek, hogy például elképzelhető-e az, hogy úgy hívja meg az illető polgármester vagy bárki a színházat, a körúti színházat, hogy ismerve a repertoárt, hogy melyik darabbal gyertek, vagy ti ajánljátok. Attól függ, hogy hát ez változó. Azért általában a művelődési házak igazgatóival beszélek, ők mondanak valamit, én arra általában azt mondom, hogy jó, és van, amikor azt mondom, hogy inkább hadd súgjak. Inkább hadd súgjak. Vannak olyan előadásaink, amikre azt gondolom, hogy már azért picit érettebb színházba járókat igényel. Nem nagyon, picit. És ha mondjuk egy apró településre először megyünk, akkor mondjuk nem a Mód és Heroldot ajánlom elsőnek, mert abban sokkal több lelki szépség, és hanem azt gondolom, hogy egy picit harsányabb, picit nevetősebb darabot, és akkor harmadikra vagy negyedikre már lehet olyat is vinni, amikor már tudják, hogy ez így a színház. Ez nagyon jó, és az előbb, hogyha már itt eszembe jutott a kis herceg, szóval tulajdonképpen most a kis településeknél maradva, ezek családi programok, gondolom, ahogyha végignézel a közönségen, mert a unokával jöhet a nagypapa is, mert a kis herceg se a gyerekeknek szól, hát ezt tudjuk. Nem, abszolút, bár én igyekeztem olyanra csinálni, tehát például, hát nálunk a kígyó nem öli meg a kis herceget, mert voltam, hogy ne síró, pszichopata gyerekek jöjjenek ki a nézőtérről. Nem, általában ezeket iskolákat hoznak el kompletten. Tehát egy hétvégi családi program, az is van pár helyen, de általában vidéken komplete hozzák a gyerekeket. Jó, akkor itt vagyunk a végén, egészen augusztus végéig, meddig vagytok betáblázva? Hát szeptember végéig. Szeptember végéig, és még októberben is pótlunk dolgokat. Októbert ugye nekünk 21 helyen van a saját bérletünk, elkezdjük októberben a bérletes helyeket. Az új bérletszolatot. Valamikor kéne próbálni az új darabot is, amiről fogalmam sincs, hogy mikor fogjuk próbálni. Ott színész egyeztetési nem nehézség. Hát egyeztetni. Felkértem egy olyan kollégát, aki eddig nem játszott nálunk, és ő csak október közepétől ér rá, úgyhogy az csücskös lesz ott a próbákat összeegyeztetni, de hát
Nem titok, mondhatom? Persze. Kerekes Józsi, Kerekes Pubi fog jönni hozzánk, és a Tanú című filmből fogunk színdarabot csinálni. Kautsky Armand és Kerekes Pubi főszereplésével. És ezt október közepén tudjuk elkezdeni próbálni. Direktor úr, akkor a helyzet fokozódik. A nemzetközi helyzet is. És köszönöm szépen, és tényleg sok-sok sikert mindenfelé. Köszönöm szépen.